Korábban 14 házi orvosi körzetre osztották Mosonmagyaróvárt, ám a növekvő lakosság miatt ezek az arányok egyre egyenlőtlenebbek lettek az évek során. Egyes városrészek ugyanis fejlődtek, lakóparkok épültek, míg máshol kicsit megfogyatkozott a lakosság. Főként az ipartelepi körzetben okozott problémát, hogy a helyi munkásszállók többsége ebben a városrészben működik. Ennek minden terhe pedig egy orvosra hárult. Ezért is volt szükség a körzetek újraosztására. Kicsit bonyolult rendszer a házi orvosi ellátás, mert igazából a lakóknak ettől a változástól nem kell férni, hogyha ők a kártyájukat valahova leadták. Mert ugye egyrészt kártya alapon mehetünk háziorvoshoz, másrészt pedig körzet alapon is mehetünk háziorvoshoz. Tehát akinek a kártyája egyik háziorvosnál leadásra került, akkor ő független attól, hogy esetleg másik körzetbe került át, nyugodtan mehet ugyanahoz a háziorvoshoz. Ebből a szempontból tehát nem változott sok minden, ugyanakkor az arányokat nézve sokkal inkább kiegyenlítődtek a körzetek. Persze továbbra is fennáll azoknak is a lehetőség, akik nem adták le kártyájukat, hogy a korábbi orvosukhoz járjanak. Azért ezt az aránytalanságot mi láttuk, de azt, hogy például a munkásszállók mekkora terhet jelentenek, azt a házi orvos sok jelezték nekünk. Ugye óriási számról van azért szó, tehát ott az ipartelepi részen 200-300 ember legalább lakik munkásszállásokon, és így a napi betegforgalom az majdnem megkétszereződött az adott háziorvosnál, úgyhogy valóban ez óriási terhet jelentett. Egyelőre megoldottnak tűnik ez a fajta probléma, ugyanakkor a város folyamatos növekedésének köszönhetően a közeljövőben vélhetően szükség lesz egy 15. körzet kialakítására is.